tulajdonképpen egész stabilan élek. Napról napra hasonlóan nem történik semmi. Somos Péter szóló koncertje várta az érdeklődőket szombat este a V54 Színház és Kultúrtérben. A szerző által ösztönös és földhöz ragadt zenélésként apostrofált előadás, az angol száz folk, a kortárs hazai underground és a szobaművészet elemeit vegyíti, többek közt a Bob Dylan és Barkóczi Noémi fémjelezte stílust képviselve. A dalok Somos Péter 2022-es Derül látnivalók című bemutatkozó lemezéről származtak. Zeneileg így a 60-as éveknek az angol száz folk nagy hullámának ugye az időszakát szeretném megidézni, illetve egyúttal ez a csináld magad zenei mozgalmaknak is a világa, tehát itt azért egyáltalán nem törekszünk ilyen nagyon, nagyon kifinomult és nagyon tökéletes megoldásokra, hanem az valamilyen őszinte és tökéletlen szeretne lenni. Persze, eképpen, talán csak még inkább. A helyszínen egyébként ez volt az első koncert jellegű előadás, de Balogh Mihály az Örökségcsoport Művészeti Egyesület vezetője szerint a közönség létszámából kiindulva a jövőben bővülhet a zenés rendezvények száma. Lehetőséget próbálunk adni fehérvári és Fehérvárhoz köthető fiataloknak, hogy megmutathassák magukat, próbálunk minél színesebb programot szervezni, hogy mindenféle korosztály megtalálja azt a programot, ami neki tetsző, és minél szélesebb repertoárt alakíthassunk ki. A V54 Színház és Kultúrtér sok más egyéb előadásnak is otthont ad, mint például az Örökség, amelyben többek közt a Somos család egyéb tagjai is feltűnnek, csak úgy, mint a március 29-én esedékes Caligula helytartója című darabban.